Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak, tisztelt államtitkár úr. Nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van az egészségügyi ellátó rendszeren belül. És ezen belül Veszprém megyébe. Ugye a Covid alatt az összes egészségügyi intézmény kicsit átalakult, majd mikor a hullám lecsengett, ezek az ellátási típusok, amelyek a Covid alatt szüneteltek, visszatértek. Sajnos ez nem mondható el Veszprém megyére. Ott a Tapolcai Kórházban közel egy éve 15 belgyógyászati aktivált papíron megvan, de fizikailag nem működik, nincs valószínű humán erőforrás miatt. Épp ezért az ajkai sürgősségi osztályra kell szállítani azokat a betegeket, akiket eddig professzionális szinten a Tapolcai Kórházba el tudtak látni. Mindeközben sajnos tájékoztatom államtitkár urat, hogy október 20-áig körülbelül 7000 egészségügyi dolgozó hagyta el az állami rendszert. A bajt még tetézi, hogy ez év október 31-ig a Keszthelyi Kórházba a fekvőbeteg traumaellátás szünetel. Ez azt jelenti, hogy Veszprém megye északi Balaton partjáról a betegeket nem Keszthelyre szállítják, hanem szintén az ajkai kórházba. Ez azért is aggályos, államtitkár úr, ez rossz a betegnek, mert több órás utazás után majd várja a betegszállítót és a hozzátartozót, hogy hazavigyék. Rossz a kórháznak, hiszen mivel nincs elég humán erőforrás az ajkai kórháznak, és nincs elég ágykapacitás, hogy a betegeket ellássa, ezért várakozniuk kell a vizsgálatra, de a legrosszabb a mentőnek, hiszen több órás betegellátás, betegút után kell visszatérniük a tapolcai mentőállomásra, amely az elmúlt időszakban, amikor is dolgoztam az országos mentőszolgálatban, többször előfordult az, hogy nem volt több órán keresztül bevethető mentőgépjármű, nem csak Tapolcán, hanem a környéken is. Ezért kérdem tisztelettel államtitkár urat, hogy az államtitkárság vagy az EMMI ezzel a helyzettel mit fog kezdeni. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon. Szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Amikor hogyan tovább kérdését olvastam, hogy ez lesz a címe, azt hittem, hogy a Jobbik jelenlegi helyzetéről gondolkodik, hiszen valóban itt önök most a baloldal legerősebb frakciója, de hát itt a DK bejelentette, hogy mostantól ők lesznek a legerősebb frakció, tehát önök közül azt kell számolni, hogy ki az, aki bent marad, hiszen önök elvesztették azzal, hogy elárultak mindent, ami az elveik voltak, és beálltak Gyurcsány Ferenc mögé. Ezt, hát akik úgy látszik, hogy behodolnak Gyurcsány Ferencnek, azokat előbb-utóbb felfalja Gyurcsány Ferenc, mert hát önökből sokkal kevesebb marad ezen behódolás után, mint hányan most itt vannak. De nem erre kérdezett rá, hanem az egészségügynek a helyzetére. Először is helyre szeretnék tenni egy tárgybeli tévedést. Tisztelt képviselő azt mondta, hogy csökkent az egészségügyi szolgálati jogviszonyra rendelkező dolgozók száma. Szeretném egész pontosan elmondani, hogy mennyivel nőtt. 1283-mal nőtt március óta az új szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosoknak a száma, 1794-jel nőtt az ápolóknak a száma, és 802-vel nőtt az egyéb egészségügyi dolgozóknak a száma. Ez összességében egy közel 4000 fős új egészségügyi szolgálati jogviszony szám az elmúlt időszakból. Ezt persze veszélyeztetik önök, hiszen László Imre elmondta, az önök baloldali egészségpolitikusa, hogy a kórházak 45%-át be kell zárni. Nyilvánvaló, hogy egy koronavírus járvány alatt és az utáni hónapokban nehéz, amíg visszaáll a rendszerre a járvány előtti időszakra, de önöknek ez szándékában sincs. Mert nem tudom, hogy a Tapolcai, a Veszprém, vagy melyik kórház kerülne arra a sorra, hogy László Imre listáján rajta van, és azok közé kerülnek, akiket nem látnak el. Tisztelt képviselő úr, 2010-ben volt 33.943 orvos, még a legutóbbi számok alapján volt dolgozó orvosból 37.188. Ez emelkedést, ez növekedést jelent. A bruttó bér, amely korábban mondjuk 3 évvel ezelőtt 538.000 forint volt, most 1,2 millió forint egy orvos esetében. Mindezeket veszélyezteti a baloldal, mert kórházakat zárna be, és a baloldal az egyetlen, amelyik orvosi béreket csökkentett Magyarországon. Köszönöm szépen. Szépen államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra Rigajos képviselő úr. Köszönöm.
Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tárgybeli tévedését hadd egészítsem ki annyival, hogy 2012-ben nem a baloldali kormány zárta be Tapolcán a belgyógyászatot és a sebészeti osztályt, hanem az önök kormánya 2012-ben. Ez egy magas labda volt. A másik a számok tekintetében ne velem vitatkozzon, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hivatalos számadataival vitatkozik. 5000 egészségügyi dolgozó hagyta el szeptember 16-ig, majd most ismét egy 2000-es fő hagyta el az állami egészségügyi rendszert. Állami egészségügyi rendszerről beszéltünk, államtitkár úr, és hogyha szerencsénk van, akkor maradtak az országba, és átmentek a magánegészségügyi rendszerbe, ha nincs szerencsénk, akkor itt hagyták az országot, Ausztria, Németország egészségügyi rendszerét erősítik, de még mindig nem válaszolt a kérdésemre. Veszprém megye egészségügyi ellátását hogyan fogják megpróbálni megjavítani, hiszen ami most van, jelzem államtitkár úr, az nem jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg államtitkárulat is. Parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ön abban torzít, hogy ön azt mondja, hogy az az ápoló, aki az egyik kórházból átmegy a másik kórházba, vagy a szakrendelőből átmegy a kórházba, az elhagyja az egészségügyi rendszert, tisztelt képviselő. Ezzel torzít, hiszen van olyan egy jogviszony, az egyik intézmény megszűnik, a másik intézmény viszont létrejön. Mi arra fogunk törekedni, hogy minél többek béréhez legyen fedezett, ezért növeljük jövőre 770 milliárd forinttal az egészség célra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. 770 milliárd forinttal, tisztelt képviselő úr, úgyhogy így a 2022-es költségvetésben már 2884 milliárd fog rendelkezésre állni egészségi célokra. És ezen belül említette a mentést is. Az utolsó baloldali költségvetésben a mentési feladatokra 26,7 milliárd forint állt rendelkezésre, a jövő évi költségvetésben nem 26, nem 36, nem 46, nem 56, hanem 65,5 milliárd forint áll rendelkezésre, tisztelt képviselő. Ez azt jelenti, hogy ezzel több mint kétszeresére növeltük a rendelkezésre álló forrásokat, miközben a baloldal csak csökkentett és megszorított. Köszönöm szépen!